napot és kezi csókolom. Én a levelező tagozatra szeretnék jelentkezni. Jó napot, a nevét legyen szíves. Cserszeg Szömörnök patak melléki Szölesztin Ferdinánd. De atya úristen! Ezzel a névvel akar a levelező tagozatra jelentkezni? De miért, kérem, mi a probléma? Az a probléma, tisztelt Csermek Szömörcei Pataki. Cserszeg Szömörnök patak melléki Szölesztin Ferdinánd. Mi a baj? Ez rémes! Mondja, hogy álmodom. Mondja, hogy ez csak egy rossz álom. Csípjen meg! Elnézést kérek, mi Cserszeg Szömörnök patak mellékiek soha nem kezdeményezünk testi aktust idegen hölgyekkel. Mi a baj? Az a baj, a tisztelt fiatalember, hogy maga levelező tagozatra szeretne jelentkezni. És ha ne adj Isten, magát oda fölvennék. Én lennék a tanulmányi előadója. Hát én remélem, hogy így lesz. De én nem akarom. Nézze, fiatalember, őszinte leszek magához. Én már így is túl vagyok terhelve. És ha Isten őriz magát, oda fölvennék a levelező tagozatra, az azt jelenteni, hogy nekem vizsga időszakonként legalább 50-szer kéne leírni a maga becses, de baromira hosszú nevét. Csak tanulni szeretném. Tanuljon. Tanuljon. Az Istenért tanuljon, csak ne nálunk. Annyi patinás egyetem van még az országban. Hát én itt szeretnék tanulni. Rényben van. Ha minden áron tönkre akar tenni, följegyzem az adatait, csak csupán még egyetlen kérdés. Soha nem gondolt még névváltoztatásra? Mit szólna mondjuk ehhez? Jótas? Vagy Hű Ede? Esetleg Ős Noé, mindegyik gyönyörű hangzású név, és csupán csak ödbetűsek. Nem, én családilag is megmaradok a Cserszeg Szömörnök patak melléki Szölesztin Ferdinánd. Maradjon maga, önző alak! Állandó lakása? Kő utca 6. Látja, hát ez egy kellemes, könnyű, rövid kis név. Hangulatos kis utcanév. Az ember szinte szeretne ott lakni. Helység? Tápió Szecskapuszta Dengeleng egyházas felső. Nem, látom, hogy maga tönkre akar tenni, de nem. Leírom, ha beletöklök is. Tápió Szecskapuszta Dengeleng egyházas felső. Felső. Majd értesítjük, hogy mikor lesz a felvételi. Köszönöm szépen. Jó napot és kezi csókol. Szólhatok a hugomnak, mert ő is levelező tagozatra szeretne járni. És hogy hívják a kedves hugát? Nagyon szép neve van. Hármas Határhegyiné, Cserszeg Szömörnök patak melléki Klementina Anasztázia. Nem! Elég! Egyéb! Legyetek átkozottak, Cserszeg Szömörnök! Jaj! Kérem, mi történik itt? A kolléganője így az állásból halálba vetette magát. Rózsi! Az idegei felmondták a szolgálatot. Én mondtam neki, hogy menjen el orvoshoz. Rózsi! Elnézést, tudom, ez nem a megfelelő pillanat, de hát az élet megy a maga útján. Engedje meg, hogy bemutatkozzam, Tóth Pál vagyok. Istenem, nekem kell eltemennem. Ez tragédia. Hát miért tetted ezt velem? Jaj, Rózsi! Jelentkezni szeretnék. Egy pillanat, igen. Tessék, hova? Hát... Levelező tagozatra? Igen. De nem hallgatónak, hanem a megüresedett előadói állásra.